Hello, sziasztok, Norbi vagyok, és a mai adásban a gyerek nevelésről lesz szó pénzügyileg, azaz hogyan ne neveljünk pénzügyileg sikeres gyereket, vagy hogyan neveljünk pénzügyileg sikeres gyereket. Ezzel kapcsolatban osztom meg a gondolataimat, és hát egy nagyon fontos arsz poetikát vágok ki, gyelétek már az első körbe. Amikor nem volt gyerekem, de már pénzügyi tanácsadó voltam, akkor szent meggyőződéssel állítottam, hogy én tudom, hogyan kell ma gyereket nevelni sikeresen pénzügyileg, pénzügyi tudatosságra, és ez mennyire fontos, mennyire kulcsfontosságú a gyermek jövőbeli gyermekem számára. Még cikkeket is írtam hozzá, anyagokat, beszéltem róla, tényleg a szakirodalmat megnéztem. Aztán rohad biztos voltam a dolgomba, lett három gyerekem, most már kezdek el bizonytalanodni, hogy, hogy, hogy jók-e azok a stratégiák, vagy, vagy alkalmazhatóak-e. Én hajlok felé, hogy nem, és nagyon sok mindent, hogy sikerült kiböfögnöm magamból évekkel ezelőtt, egyáltalán nem is használok. Ez egy nagyon jó bullshitnek, gondolom, hogy utólag egy üres demagok szar dumának, amivel tipikusan elüthetjük az időt, elálmodozhatunk, hogy hú, ha ezt csinálom, akkor milyen szipi szupi gyerekem lenne pénzügyileg, de rájöttem, hogy a valóság az ezt felülírja, mint mindent más. Ugye van egy ilyen vicc is, hogy minden két, kétfajta ember létezik a világon, az egyik, aki tud gyereket nevelni, a másik, akinek van. azt kell megérteni, hogy minden gyerek más és más személyiség, más attitűd, de tehát gyakorlatilag nekem három gyerekkel van, és mind a három annyira más személyiség, annyira mert más behatások érik. Tehát amikor nyilván volt az első gyerek, de most egy nagyon egyszerű példát hozok. A legelső gyereknél, hogyha emlékszem, ilyen hippi szupi 50 ezres, ilyen nem tudom, ilyen fertőtlenítő Philips izénk volt, cumi süveg, cumi, ha csak leesett a földre a cumi, akkor már úristen, mert újat kell, azonnal nehogy vajon baj legyen, üngyülű volt, és nyilván nagyon sokat foglalkoztunk az első gyerekkel. Jött a második, ugye, de az első megmaradt, tehát értem szerűen a figyelem, ha akarod, ha nem, és szerintem az hazudik, aki azt mondja, hogy nem oszlik, de hogy nem oszlik, mert eddig 100 a szabadidőt 100%-át töltöttél egy gyerekkel, most meg a szabadidőt 100%-át két, kettő kell osztani, úgy, hogy nyilván meg kell felelni egy nagyobb gyereknek a elvárásaira, ugye másfél év a különbség kettői köszönöm, hogy nem is olyan nagy, meg, meg az a kicsit is oda kell figyelni hát itt már úgy, hogyha lesik a cumi a földre, akkor már elmosod, meg mit tudom én, és akkor jön a harmadik, és ugye az időt három felekkel, ekkora hajat, mindenki, érted, minden gyerek öntudatra ébred, mint a Skynet, akkor, akkor a harmadiknál lesik a cumi, jó, oké, jó lesz az immunrendszer. Jó, most túlzok egy picit, de, 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 de aki szülő, az az érti, miről beszélek, hogy egy kicsit úgy, úgy ha őszinték leszünk, teljesen más behatás, teljesen más közegben nő fel már a harmadik gyerek, mint az első. Mert a harmadiknak már ott van kettő nagyobb tesója, akire tud figyelni, aki tud utána az, az elsőnek senki nem volt, neki gyerekként először kellett itt felfedeznie a szarvasvadont. Ugye a placot, itt, ahol majd fel kell nőni, de ő már a tudását átadja másnak, és így tovább. Tehát valójában egy alomból származó gyerekek sem ugyanolyanok, még hogyha a legnagyobb jó akarattal is szeretném én ezt prezentálni. És ilyen értemben a személyiségük, a adott választ, reakció, immunreakció, egy pénzű kérdése sem feltétlenül ugyanaz lesz. És hogyha ezt megértjük, akkor nagyjából jutunk odáig, amelyiként minden sikerreceptnek a, a halála, hogy valójában bármilyen sikerrecept, akár felnőttnek, gyereknek, nem alkalmazható, hiába befogja le valaki 13 pontba, hogy már pedig ez így jó, vagy hiába hoz 180 könyvet, ha már pedig ez úgy jó. Valójában azért nem alkalmazható, azért nem működik, mert annak lehető alkalmazható volt, aki megírta, bár két leme mindig utólag okoskodunk, de és hát a juicy részletek azok mindig kimaradnak, de de, 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 valójában én nem abban a közegben ültem, fel, nem úgy élek, más az attitűdöm, tehát nem, nem tudjuk konvertálni teljesen. Uh, olvastam egy pár napja egyébként egy pénzügyi tudatos csoportba, Csávótól, egy ránézés egyébként informatikusnak tűnik, vagy, vagy, vagy hasonló, semmi az informatikusokkal ügyfeleim fele informatikus, Hashtag jóló, uh, hogy, hogy a csávó azt mondja, hogy valami 4-5 éves forma gyereke van, és, és hogy a gyerek mennyire élvezi, amikor a csávó ahelyett, hogy venne neki játékot, uh, leülteti a számítógéper is, mutatja Excelben, hogy hogy növekszik a pénze. És hogy így kb. az jött le az írása, hogy a, a gyerek az ilyen bambi néz, hogy ez az fater, nyomassad az Excel. -t. És ezen gondolkozom, basszus, 3-4-5 éves gyereke, nekem is olyanok vannak. Hát bármit mutatok neki, hát üveges, sillagos szemmel nézi. És nem feltétlenül azért, mert úgy érti, hogy miről van szó, próbálja már, a világ már ugye kezd kinyílni, de hát nem hiszem, a kirús tavaly még négy, három és fél négy évesen, még oda roha, mikor látta, hogy gépen dolgozok, hozta ő is a anyukának a laptopját, leült mellém, és dolgozott ő is. Igaz, Word-be ütögette is az dolgokat, de élvezte. De, 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 de eszembe nem jutott, hogy, hogy akkor ilyentől titkárnőnek fogom nevelni, vagy nem tudom, minek fogom, mert hogy a gyerek élvezte. És ugye ez, 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 mennyire egyébként én egy, most értékítettek, hogy full baromságnak tartom, hogy, hogy abból indulok ki, hogy a gyereknek öt évesen azt mutogatom, hogy excel hogyan nő a megtakarítása. Ez valami nagyon beteg szerintem. Ö, eszembe se jutna. Mert nem érti. Nem érti a gyerek még. Ő még nem tartott. És ne vegyük a gyerekkorát azért, mert Excel. Ez, én azt gondolom, ez a felnőttnek sokkal fontosabb ezen a ponton, mint a négy-öt éves forma kisrácnak. Sokkal. Tehát ez fontos, a felnőttek, hogy, hogy megnyugtassa magát, hogy én kurva jó szülő vagyok, az évezred szű apukája vagyok, mert én már öt éves a gyereknek utogatom a kamatos kamatnak a létét, és hogyha így folytatja, akkor a FIRE, a, ugye a korai nyugdíjas, az ő életébe 16 évesen fog eljönni, nem 30 és akkor majd lehet, lehet itt nyugdíjaskodni főiskola meg egyetem helyett. Fasság az egész. Már bocsánat, bocsánat hogy ezt mondom, de, de én ezt nem értem. Persze nyilván ahány ház szokás. Rájöttem azonban, hogy, a gyere hogy nem a gyerekeket kell pénzügyileg tudatossá fejleszteni, hanem saját magunkat. Ez nekem egy nagyon nagy volt évekkel ezelőtt, hogy, hogy valójában felnőttként, ami minket, ami engem meghatároz, az nem az, amit öt évesen lenyomtak a torkomon tudás, vagy nem tudás, vagy tíz évesen, hanem amit láttam a szüleimen. Például az én szüleim azok nagyon dolgos, nagyon szorgalmas emberek, akik egészetűben keményen dolgoztak, és ha belegondolok most itt a vad 20 éveim elteltével, valójában, amikor úgy megkomolyodsz, megkomolyodtam, én ezekhez a gyökerekhez nyúltam vissza, és mai napig bennem van az, hogy hogy ahogyan a szüleim tudtak keményen dolgozni és, és oda tették magad, úgy nekem is ezt kell csinálnom. Számomra ez az egyetlen irány, ez az út. Tehát valójában az alapokhoz visszanyúltam, és ez határozza meg a felnőtt, felnőtt életemet. És nagyon sok ügyfél ezt lát, a beszélgetek velük, hogy mondjuk néha kiderül, hogy honnan jöttek, mit csináltak, mit tudom én, hogy ott is azért általában az ember visszanyúl bármilyen szinten a gyökereihez, és abból táplálkozik. És nem azt mondom, hogy most én ugyanúgy bánok a pénzzel, mint a szüleim. Egyáltalán sokkal jobban bánok a pénzzel, bár mondjuk ennek nyilván számos oka is lehet. De, de, fejlődtem, tudatosabb vagyok, de még egyszer, az alap, amire építkeztem, az nekem innen, innen, innen származott egyértelműen. És, és azt gondolom, hogy, hogy erre, ennek az anal, ana, tehát analógiára ráhúzva valójában, amikor te a gyermekedet azt gondolod, hogy te szeretnéd pénzügyileg tudatosabbá tenni, mint amilyen akár te vagy, de a legjobb, amit tehetsz, hogyha ezt nem próbálod megcsinálni, hanem, hanem saját magadon dolgozol, a gondolataidon. Tehát, az, és hogy ön, önazonossá válik az, amit mondasz, azzal, amit mutatsz. Tehát, tehát mennyire, mennyire öm, értelmezhetetlen gyermek jelme számára, hogy apa egyébként otthon mutogatja az Excel-t és, és, a takarékosságot, és, és őt is elkészíti, hogy takarékos takarékoskodja, közel pedig így két kézzel szórja a pénzt minden hülyeségre. Az, 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 nem. És nyilván ennek a fordítottja is igaz. Öm, nagyon, nagyon, fontos az, hogy mi már a gyerek, az, amit a magdiányos, az fül el, ő nem szól bele, ő, tehát ő nyilván bele szól, de hogy, hogy fülel 0-24-ben, mint egy ilyen, ilyen látó kamera, mindent is vesz, és akkor ez határozza meg a ő létét és az alapjét. Ugye ő építi magát. És ilyen értelemben sokkal többet számít az, hogy elmondod, hogy, hogy ilyen Excel olyan és sokkal többet számít az, hogy mondjuk hogyan viselkedsz az étterembe. Mit csináltok a boltba? Mi, milyen logik alapján vásároltok? Nehogy azt hitt, hogy a gyerek tudat alatt ezt látja, és érteni fogja későbbiekben, hogy, 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 hogyan, hogy oda mentek terv nélkül mindent, behaigáltok, vagy, vagy éppen mentek. Hidd -e? Nekem, ha a gyerek egész gyerekkorában azt látja, hogy a szülei tudatosan otthon megtervezik, hogy mit vegyenek a madaras Tesco-ba, és így cetlivel mennek, hidd el nekem felnőttként, őt is ezt fogja meghatározni, hogy tudatosan mindig előre tervez, és úgy fog cselekedni. Ennyi. Ez a legjobb magadon. Csak persze ugye ez már kevésbé fancy, kevésbé eladható, és kevésbé komfortos, hogy valójában bemondjuk pacekba a szülőnek, hogy figyelj már, nem a gyerekedet kell megmunkálni, hanem saját magadat. Tehát a gyereken akar élősködni, meg sikert elérni saját magadon, és a gyerek az majd téged fog másolni. Hát az már ugye nem olyan jó, nem olyan szexi, mert az már egy nehéz sztori. Nincs kit számon kérni, hiszen magamatom csak egyedül számon kérni, ha nem sikerül. Ugye gondolkodjunk, vagy legalábbis én biztos, hogy kontor, kontúrvonalakba gondolkodok, mint ahogyan egy 3-4-5 éves gyermek is semmi más, mint a későbbi személyiségének egyfajta kontúrvonala, egy egy leképezése, egy. egy, egy tehát ő még nem egy kifejlett személyiség, még nagyon sok minden fog vele történni. Tehát ilyen értelemben teljesen felesleges, nagyon egyértelmű utasításokat adni a gyereknek, hogy a kamatos kamat hatása, meg hogyha egyébként most nem, nem veszed meg ezt a, a babát, 100, mint 950 forinté, hanem gyűjtesz meg a szülinapod, meg a névnapodból a pénz, akkor meg tudod venni 9500-ért a nem tudom milyen a Ariel Barbie babát. Üm, nyilván lehet ilyenekkel próbálkozni, de alapvetően tegen kontúrvonalakba, és sok ezeket fogom elmondani, hogy én mikre figyelek. És ez nem egy követendő példa. Mondom, más pakliból játszik az életet, más lehetőségeink vannak. Igazából csak azt szeretném hát bemutatni, hogy miért engedtem el, vagy egyébként, hogy én elengedtem ezt a úgy de tudatos pénzügyi nevelést a gyerekeknél, és inkább egyfajta példát próbálok mutatni. Nyilván előnyöm, hogy, hogy az országnak is példát mutatok, valamilyen szint azoknak, akik engem néznek YouTube-on, vagy követik az IFN online pénzközösség Facebook csoportban tevékenységem, vagy ügyfeleim, tehát nyilván én egy kicsit bensőbb görből tudom ezt nyomni, hiszen alapból ezzel foglalkozok, ebből élek, de, de hát ez, ez számod is sem megugorható dolog. Szóval amire figyelk, hogy ne adjam át a pénzügyi kisebbség és nagyság, tehát a kisebbség tudatot, vagy éppen, és vagy a felsőbbségrendűség elképzelés, hogy nekem több van, mint neked. itt mire gondolok? Nekem nagyon sokáig kevesebb volt, mint, mint, a környezetemben a legtöbb embernek. Tehát amikor, mint olyan gimibe, többen autóval járkáltak, jobb autóval, mint ami nekünk volt, családra egy autónk. Legtöbben ez egy nyaralójuk volt, ö, zseppénzbe 6 szor 10 annyit kaptak, mint én, stb. stb. Vagy, vagy, vagy felnőttként, amikor 20-21-22-esén 20 mentem dolgozni, ugye pénzügyi tanácsadó <laughs> ízés necikén, más meg érted, azt se tud, hogy éppen most balira vagy hova menjen. 26 évesen a legtöbb környezetem, környezet, a legtöbb, tehát ilyen, akik együtt jártam, vagy, vagy ilyen környezet, a környezeti embereknek, környezetem embereknek, érted, lakásuk volt, és most mi mi, 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 miből van nektek Én már rájöttem családi támogatás, anyukapuk adott pénz, amúgy, amit én nem kapom, így lakást. És öh, és ugye ez hosszú távon azért egyfajta ilyen kisebb, pénzügyi kisebbségtudatot is tud eredményezni, amit én úgy kompenzáltam, hogy elkezdtem sok olyan keresni, mint ezek az arcok. Tehát, hogy én benne nem volt egy ilyen motiváció, hogy ezt így le, lekompenzáljam, de nyilván át lehet, és ezt érzem át lehet a másik oldalra is. Tehát próbálok egy ilyen egy, egészséges egyensúlyt tartani, de nyilván ezeket a szélsőségeket igyekszem nem bemutatni a gyerekeknek. Tehát se erre ne jön az a. Ez az inga ne jöjjön Ez se erre, se arra. Ugyanis uh, nyilván nálunk, nem, nem nyilván, de nálunk most inkább az a, legnag, nem az a legnagyobb kihívás, a gyereknek azt tudjam, uh, tehát azt értesse meg, hogy miért nem tudunk mindent megvenni. Sok inkább az a bajom, hogy hogy a gyerek azt látja, hogy mindent is meg tudunk venni, és, uh, és nyilván, amikor mondjuk mondom a gyereknek, hogy a nagynak még nyilván, hogy úha, ezt ne csináld, mert eltörik, és a gyerek válsza az, hogy most van ilyen lázadó, kis, kis lázadó korban, mindegy, veszünk újat, én meg így nézek, tudod, leforrázva teljesen, és mondom, hogy nem, nem veszünk, anyukája ugyanazt mondja, nem, nem veszünk újat, ha eltörted, nincs másik, nyilván utána megjön a hiszti, de, de alapvetően mi ezzel küzdünk inkább, ezt tök megmondom, hogy, hogy a gyerek ne azt érezze, sajnos ilyen értelemben ö, nagyon nem rossz példát lát, csak nagyon túlzó példát, amit nekem nagyon ellensúlyoznom kell, mert ő azt látja, hogy, hogy apa, anya, anya jár étterembe, például nekem munkám miatt nagyon sokszor engem egyébként meghívnak étterembe, de ő ezt, ezt, nem tudja, csak azt látja, hogy megyek, vagy, vagy, vagy utazok ide-oda. Amoda, Um, alapvetően én azt megfogadtam, hogy, hogy a gyereknek nem fogom azt mondani soha, hogy erre nincs pénzünk, hanem maximum nem veszem meg. De, és nyilván ez át át tolódhat abba az irányba, hogy azt hiszük, hogy akkor mindent meg kell, ve mindent meg kell venni, mindent meg tudunk venni. Mi, mi ezt ellensúlyozzuk. És tudom, hogy egyébként sokatok van pont ebbe a cipőbe, hogy, a, hogy, most nem az van, hogy jaj, nem tudjuk megvenni, és akkor a, ezt kell rejtegetni a gyerek elől, vagy helyre kell tenni benne ezt, hogy ha nem vagy kevesebben nem tudtok olyat megvenni, abban az irányba, hogy de nem is vagy több? Azért, mert meg tudsz venni valamit. Tehát így, itt tök érdekes ez a, ez a és ez a játék. Uh, alapvetően uh, vigyázzon a dolgaira. Nekem ez nagyon fontos, vigyázzon a dolgaira. Tanítsam meg a dolgoknak az értékét. Tehát nem is az, hogy most elmondom elmondjam neki, hogy hány, hány munkaóra a bölcsibe vagy ovi basz, hogyha az egy játékot tökre teszed, de, de hogy, 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 legyen értékes súlya annak a termék, terméknek, mert én is úgy beszélgetem, hogy tanácsadó annak a annak a játéknak, annak a valaminek, legyen valami, tehát, hogy, hogy én nagyon, nagyon igyekszek hangsúlyt fejezni, és az nem jelenti, hogy sikerül. És ez megint egy nagyon őszinte kinyilatkoztatás, hogy nehogy azt hidd, hogy sikerül. Nem mindig, nagyon nem mindig sikerül, pedig igyekszem, tényleg legjobb szendékom szerint. Vé Véletlősen merném tanítani, amit így próbálkozok ilyen téren, mert tényleg a gyerek az egy, az egy külön elme, és teljesen más reagál, mint hogy logikusan gondolnád nem rejtegetem elől a pénzügy, gyerekek elől a pénzügyeket előttük, és beszélgetünk róluk, róla, pont azért, mert, mert neki, tehát ő olyan, mint a, tehát nem neki, bocsánat, nem neki beszélek, hanem előtte beszélek, ez nagyon fontos. Mert azt látom, hogy most divatja van ennek, hogy, hogy a felnőttek, be, a gyereknek beszélnek a pénzügyekről, hogy itt egy félre, úgy, nem. Én előtte beszélek a saját pénzügyénkről Tehát én nem generálok egy ilyen komú tévképzetet, hogy gyereknek van pénze. Nyilván van uh, neki is pénztárcája, kis pénzecske, két font van benne. Itt még azt játsszuk, hogy ugye, hogy a rohadtú vigyázórára tépje szét meg, meg ne hagyja el a pénztárcát lépten nyomon, tehát, hogy mi még itt tartunk abszolút. Uh, de biztos, hogy nem, tehát nem őt akarom megtanítani, hogy hat éves korára um, közgazdaságtant le tudja tenni a itt egyetemen, hanem, hanem hogy hagyom, hogy maradjon gyerek, de ettől függetlenül, mert te beszélek, hogy, hogy, hogy igazából kontúrvonalakban a pénzek való kapcsolatunkat, a vagyonnal való kapcsolatunkat, a reakcióinkat, a gondolatainkat, ha nem is érti, de tudatalat hallja, és ez mind-mind-mind rakódik, és ez egyszer majd valamilyen masszává fog válni, amihez ő később vissza tud nyúlni. Nem tudom az eredményét, hogy ez most jó lesz, nem lesz jó, én a lehető legjobb tudásom szerint jó hiszeműen csinálom ezt, és meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván felkészül arra, hogy rohadtul nem az lesz, amire én itt gondoltam az elején. Ö, és hát tényleg a legfontosabb, és ez a legyenek a videónak az üzenete, hogy hagyjuk a gyereket gyereknek lenni. Hagyjuk hibázni, hagyjuk rossz döntést hozni, hagyjuk pénzügyileg is rossz döntést hozni. Ha az a gyerek el akarja költeni a Mikulás pénzt egy írtó hülye játékra, a legtöbb, amit tenned te kell, az az, hogy ott állsz, és nem az, hogy lekapsz helyette valami más, és megmakacsolod magad, hogy nehogy ezen a 2000 fontot hozzá te rossz pénzügyi döntést, mert inkább itt hozzon, mint mondjuk egy rossz lakásvásárlás, szerintem. Uh, és ez úgy volt, hogy megmondod, hogy megkérdezed, hogy Kirus, tényleg ezt szeretnéd? Nézd, itt, hogyha erre gyűjtesz, akkor ezt tudod megvenni. Vagy egyébként itt van egy opció erre. Milyen, melyiket szeretnéd? Tehát itt csak felhívom a figyelmet arra, mit, és ő és én magam elmondom a végén, vagy hát még a válsás előtt, hogy figyelj szívem, ez a te döntésed volt, vállalod uh, itt a felelősséget, tehát nem lesz másik, uh, nyilván ezt most már megérti a legnagyobb, a kicsi még persze nem, meg ott megy a hiszti, de, de, de ez a legtöbb, amit tehetek, hogy hagyom, hogy döntsön, és hagyom, hogy gyerek legyen. Tehát nem, nem rajta akarom leverni a saját életemnek a rossz pénzügyi döntéseit, és, és nem, 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 nem küzdök mindenáron azért, hogy ne hozzon rossz döntéseket. Hát én elfogadom, hogy a gyermekeim is fognak rossz pénzügyi döntéseket hozni, vagy egy rossz szírem, én is fogok még a jövőben rossz döntéseket hozni. Itt, itt mindig az a kérdés, hogy ahhoz hogyan állunk hozzá, mit tanulunk ezekből a rossz döntésekből, és hogyan, hogyan megyünk tovább. Írd meg kommentbe, hogy hogy te mit gondolsz ezekről, a, a, tehát arról, hogy hogyan tudunk pénzügyileg sikeres gyermekeket, gyereket nevelni. Tehát, hogy, hogy valójában van -e ezzel dolgunk? szinte van-e dolgod? Neked milyen praktikáid vannak? Mikre figyelsz? Uh, mi, miket tervezel? Nyilván én azt kérném, tökény, hogyha mondjuk a komment basszis bénetően úgy van gyereked, vagy nem, mert az is azért sokat elmond, hogy te már tapasztalatból beszélsz, vagy még elképzelésből. Uh, amúgy ez egy tök érdekes téma. Uh, hát én elmondtam, és hát véleményemet. Szép napot kívánok! Sziasztok!